mindig is nagy rejtély övezett egy középkori alakot, akit általában fekete lovagnak neveztek. A sötét páncélzatban ábrázolt harcosról semmit se lehetett tudni, csak azt, hogy nevét azért tarthatja titokban, mert ördögi dolgokat tesz és szöges ellentéte a fehér lovagoknak, akik az ártatlanok és a gyengék védelmezői. A sötétséggel és a halállal is azonosított fekete lovag alakját először az Arthur mondakörből ihletett irodalmi művekből ismerhetjük, aminek legismertebb alakját a 15. században jegyezte le Thomas Malory a Le Mort d'Arthurban. Ám a történelemben voltak olyan emberek, akik viselték a fekete lovag megnevezést még annak ellenére is, hogy a későbbi irodalmi szál negatív színben tüntette fel ezt a titulust. Annyit el kell árulnom, hogy a britek királyához, Arthurhoz többüknek nem sok köze volt. No de kik is ezek a fekete lovagok? Ebben a videóban most róluk lesz szó. Tartsatok velem! A fekete herceg. Az első feljegyzett fekete lovagnak tartott személy Eduard Velszi herceg volt. 1343 és 1376 között uralta Velszt. 1347-ben tért vissza Angliába, és 1348-tól lett az apja által alapított tért szalagrend lovagja. Későbbi kódexeken a tagokat mind fekete köpenyben és sötét páncélzatban ábrázolták, ám a fekete herceg mégis kitűnt közülük. Ugyanis az utókor rendszerint fekete páncélban ábrázolta őt, de még a második címére, amit a lovagi tornákon használt Eduard herceg, még annak az alapszíne is fekete volt. Akvitánia hercegeként nagyon népszerűtlen volt a franciák körében, nem csupán azért, mert a herceg a saját unokatestvérét vette feleségül, de mellette a francia nemességet külön adókkal sújtotta, és nem riadt vissza attól sem, hogy városok porig égetésével és a lakó kiirtásával torolja meg a lázadásokat. 1376-ban hunyt el, hosszantartó betegeskedés után. A skót. James Stuart 1399 körül született skót nemesként. Apja volt Anglia skót nagykövete, és felmenői is mind szép utat bejártak. James Stuart bátyja után ő volt a második Lord of Lorne, vagyis Lorne ura. Ez egy rendkívül magas cím volt, ami komoly felelősséggel járt. Jamesben sok lehetőséget láttak, még Douglas Earl-ja is támogatták, és szövetségeseit fekete Douglasoknak nevezték. James Stuartot még életében Lorne fekete lovagjának is hívták. Élete úgy ért véget, hogy a tengeren fogták el flamand kalózok, és végeztek is vele 1451-ben. Néhány forrás szerint megszökött a kalózoktól, és a későbbi hatalmi harcokban felbukkant a neve, mint levelező fél. A fekete lovagok rendje. Jeruzsálemben a 11. században már működött egy bencés monostor, ahol egy ispotályt is fenntartottak betegek és sérültek számára a keresztes hadjáratok alatt. Az ispotályt ugyanakkor valószínűleg az épület fenntartására létrehozott alapítvány alapítói, a kereskedők tartották fenn elsősorban a keresztény zarándokok megsegítésére még a 10. században, de 1999-től az első keresztes hadjárat során az épület jelentősége megnőtt. Egy Geraldo Sasso nevű bencés szerzetes volt az, aki a harc idején megalapította a jeruzsálemi Szent János ispotályos lovagrendet. Habár a keresztes hadjáratok során nem vonatkozott rájuk még egyértelmű szabály, hogy részt vegyenek a harcokban, az elsődleges céljuk és feladatuk a gyógyítás volt, a betegek és a gyengék megsegítése. A rendet 1113-ban ismerte el II. Paszkál pápa a regula elfogadásával. A keresztes hadjárat során megnőtt jelentőségének és hírének köszönhetően az ispotályosok jelentős birtokadományokat kaptak tevékenységük megkönnyítésére, és számos egyéb adománnyal támogatták munkájukat, ami részben nagymesterük közbenjárásának, Geraldo Sassónak volt köszönhető. A rend tagjai mind fekete köpenyt viseltek fehér nyolcágú kereszttel. A lovagrend patrónusának keresztelő Szent János tartották annak ellenére, hogy a rend névadó szentje Alamizsnás Szent János volt, akiről elnevezett saját kápolnájuk is volt. A patronus nevéből eredeztetve a korszakban eleinte Johannitáknak is hívták őket.
A pápai bulla lehetővé tette a lovagoknak, hogy az egyházi és a világi hatalmaktól függetlenek lehessenek, és vezetőiket maguk választassák és szentszéki védnökséget kaptak. A 12. századra tevékenységük a zarándokok védelmével és a muszlimok elleni harccal bővült, így a templomosok mellett a johannita lovagok Jeruzsálem sikeres elfoglalása után a térség legrettegettebb harcosai lettek. 1155 körül a betegápoló és katonai szabályokra épülő új regulát is elfogadták. Számos várat és erődöt birtokoltak a Szentföldön. Jeruzsálem eleste után az ispotályosok Akkóba költöztek. 1290-től Ciprusban rendeztek be saját központot, majd a feloszlatott templomosok vagyonának egy részével pápai engedéllyel flottát szerveztek, és szárazföldi alakulataik mellett haditengerész rendtagokat is akartak képezni. Rodosz szigetén saját ispotályt építettek ki, majd valamennyi államtól teljesen szuverénné vált a rend. Saját pénzt verettek, diplomatáik voltak, és lovagjaikat anyanyelveik alapján rendezték külön csoportokba. A 16. század végére Rodosz elesett az oszmán birodalom ellen, a fekete lovagok pedig Máltára költöztek. Ennek a lovagrendnek lett a mai jogutódja, a máltai lovagrend. Fekete száva. Cserny Száva 1379 körül született és lengyel nemes, lovag volt. 1410-ben harcolt a német lovagrend ellen a grünwaldi csatában, részt vett 1412-ben Budán egy király találkozón, ahol az uralkodók találkozása alkalmában lovagi tornát rendeztek. A több mint 1500 versenyző közül ő nyerte meg a tornát. Száva volt a lengyel királyság képviselője a konstanci zsinaton, és egyedül ő szólalt fel Husz János halára ítélése és kivégzése ellen. 1418-tól luxemburgi Zsigmond oldalán harcolt a huszita háborúkban, egyszer még cseh fogságba is került. 1428-ban Zsigmond török ellenes hadjáratában részt vett, és Galambóc ostrománál hősi halált halt. Szávát fekete lovagnak nevezték, de legtöbbször csak úgy emlegették, hogy a fekete száva. A ragadvány nevét a hajáról és a fekete színű páncéljáról kapta, amit a mai napig a jasnagórai pálos kolostorban őriznek. Ashton. Az 1421-ben született Sir Ralph de Ashton Anglia egyik állami tisztviselője volt 4. Eduárd angol király uralkodása alatt. A maga nemében Ashton egy rendkívül befolyásos embernek számított. Címere is egy ezüst pajzson levő gyászfekete csillag vagy buzogányfej, ami középen át van fúrva. 1472-ben ő volt Yorkshire főserifje, a Berwick-upon-Tweednél végrehajtott támadásnál olyan bátorságról tett tanúbizonyságot, hogy Huttonfield zászlós ura lett. Harmadik Richard angol király megjutalmazta később az eredményeiért, és Ralph Ashtonból Anglia hadsereg parancsnok helyettese lett, és a londoni Tower hadnagya. Egyes irodalmi feldolgozások szerint Ralph Ashton és a bátyja Robert az angol királytól kapott hatalmukkal visszaélve zsarnokoskodtak Angliában, és ezért nagyon hamar kivívták a népharagját. A hagyomány szerint Sir Ralph de Ashtont 1486 körül Ashton-under-Lyne-ban egy kis manchesteri kereskedő városban lelőtték. Az ő emlékére tartják meg Angliában minden évben a The Riding of the Black Lad nevű hagyományt, ami annyit tesz, hogy valaki fekete páncélos lovagnak öltözve felvonul a főutcán minden húsvét hétfőn. Ezt az eseményt úgy is nevezik, hogy a fekete lovag felvonulás. Glynn lovagjai. Habár a fekete herceget tartják az első ismert fekete lovagnak a történelemből, mégis egy család története tovább vitte ezt a szokást. Az ír felmenőkkel rendelkező nemesi származású Fitzgerald és a Fitzmaurice família a 14. század eleje óta egy örökölhető címmel rendelkezett, amit mindig az egyik férfi családtag viselt. Ezt az embert mindig Glynn lovagjának nevezték. Glynn egy kicsi falu volt Írországban, elég közel a család lovagi birtokához. Innen eredeztethető a cím megnevezése. Aki ezt a címet viselte, gyakran nevezték őt a völgy lovagjának, vagy a fekete lovagnak. A családi birtokokat maga a fekete herceg erősítette meg. A fekete lovagokban az volt a közös egy hagyomány szerint, hogy mindig a fiatalabbik fiúgyermek, vagy egy törvénytelen fiú utód örökli a címet. Ezzel kapcsolatban nincs egyértelmű konszenzus a történészek részéről, mivel az ír fekete lovagok köré több legendát, kitalált történetet szőttek, mint ami a valóság. Ráadásul az első ismert fekete lovagnak a rokoni kapcsolatait sem lehetett egyértelműen kimutatni,
amiből következtetni lehetne az örökösök tényleges rokonsági fokára. Minden esetre annyi bizonyos, hogy jellemzően a cím az utóbbi időkben apáról fiúra szállt. Az utolsó fekete lovag 2011-ben hunyt el. Mivel neki csak lányai születtek, ezért a címet nem örökölhette már senki se a családban. A fekete lovagok férfiága így kihalt. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és amíg nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuper köszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!